amint egy 1.300.000 dinár értékű személygépkocsit a Közlekedés Biztonsági Bizottság javaslatára a közlekedési vétségekért fizetett bírságokból a községnek maradó 30% céláskör terhére vásárolták meg. Közlekedés biztonsági célokra az idén 3 millió dinár állt rendelkezésre. 50%-át kell költeni az infrastruktúrális fejlesztésekre. Ebből a pénzeszközből pénzeltük a 2015-es évben például az iskolai közlekedési versenyeket, az óvodai közlekedési versenyt. Ebből a pénzből lesznek majd még ezek a 30 zónák kijelölve Horgoson, Oromhegyesen, és ebből a pénzből került megvásárlásra a közlekedési rendőrség számára egy Skoda Rapid személy gépkocsi. Az ülésen módosították az állattartásra és állatvédelemre vonatkozó eddigi községi rendeletet, az Alkotmánybíróság döntései miatt pedig a taxis személyszállítást szabályozó községi rendeletet is. A jövőben a község nem korlátozhatja a taxizással foglalkozók létszámát, és engedélyeznie kell a taxizást más községek taxisai számára is a Magyar Kanizsai község területén. Kanizsa község területén ezen túl más községek területén ilyen szolgáltatással foglalkozó cégek, illetve vállalkozások is végezhetnek személyszállítást. Természetesen az itteni önkormányzat által kiadott engedéllyel, tehát ugyanazokkal a feltételekkel, mint a helyi vállalkozók. A községi képviselőtestület 27. ülésén az évi szabadságok miatt mindössze 20 képviselő jelent meg, de határozatképesen dönthettek a képviselők a kérdésekben. A legtöbben együttető döntések születtek, a 22 napi rendi pontot szűk másfél óra alatt megtárgyalták.